Egy legendás kor hiteles sportgyűjteményét állították ki az Esély galériában. Murányi Károly dokumentumgyűjtő kiállításának megnyitóján Farkasné dr. Lukácsi Zita elmondta, ez a galéria negyedik kiállítása. Az Esély közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetője hozzátette, a sport fontos szerepet játszik dolgozóik életében, így igenis itt a helye az aranycsapatnak is. Elismerésre méltó minden olyan sportteljesítmény, ahol a magyarok vagy a környezetünkben élő állampolgárok nagyot tudnak teljesíteni. Ez legalább olyan érték, mint egy képzőművészeti alkotás. És ezért jutottunk el ide a sporthoz, mert nagyon sok olyan kiváló egyéniség van. Most itt jelen pillanatban már a legendákról, a régi fociról szólunk, de nagyon sok sportteljesítményünk, sportolónk van, akikre büszkék lehetünk, és igenis jó, hogyha azokat az én munkavállalói megismerik, mert a sportban kitartás van, küzdelem van, emberség van, kreativitás van, és nagyon sok minden más, amiből ők is tanulhatnak. Az Esély Galéria első három kiállításán a győri kulturális élet szereplői mutatkoztak be, most azonban a sporté a főszerep. A kiállítást Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, a szenvedélyes gyűjtő dokumentumaival megőrizve egy korszakot, bemutatva azt az utókornak, példaképül állítja a kitűnő sportolókat a ma emberének, és egyben rá is irányítja a figyelmet a mozgás fontosságára. A magyar sport mindig a világ élvonalába tartozott, jövőre olimpiát rendezünk, és itt is várhatóan a magyar sportolók kitűnően fognak szerepelni Rióban a 2016-os olimpián, tehát egy kis figyelemfelkeltés a sport irányába. Egyébként az elmúlt időszakban több tízezren kezdtek el tömegsportban tevékenykedni Magyarországon, és hát egy csomó infrastruktúra fejlesztés is történt, Győrben például úszoda vagy éppen aréna, tehát nagyon fontos, hogy sportoljunk is, és a sportra is irányítsuk a figyelmet, természetesen elismerve a gyűjtőnek ezt a szenvedélyét. A kiállításon eredeti fotók, újságcikkek és aláírások kaptak helyet, mely több mint 20 éves munka eredménye. Ezt már maga Murányi Károly mondta. 20 éve gyűjtem konkrétan az aláírásokat, 20 éve, de az aranycsapathoz a kötődésem 1955-től van. Tehát akkor is volt kapcsolatom, egy-egy autogramot gyűjtöttem, de ilyen tudatosan, amit 20 éve az van, most 20 éve van érvényben, hogy azóta gyűjtöm. Tehát ami előtte van, az inkább dokumentumgyűjtés volt, de az aranycsapat az mindig a szívem csücske volt. A relikviák két héten keresztül lesznek látogathatók a Lajta utcában található Esély galériában. A kiállítás pedig nem csupán az Esély közhasznú non-profit Kft. Munkavállalóinak szól, hanem minden érdeklődőnek. A nyitvatartás alatt, vagyis reggel 7-től este 6 óráig bárki ingyen és bérmentve megtekintheti a legendás kor dokumentumait.